Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Gátéron, a CÖV, CÖKA és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége nevében összehívott sajtótájékoztatóra, amely egyben egy adományozási ceremónia is lesz. 2016-ban indult a civil missziónk a CÖV, CÖKA keretében. Nem sokkal később csatlakozott hozzánk a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége is. 2016-ban a civil misszió 4 pillérből állt, ebből most kettőt hoztunk el Önöknek. Az egyik téma, az egyik pillére a missziónak az a korszerű gyermekétkeztetés. Ennek a témának egy háttéranyagaként elkészítettük az Ízig Varázs receptkönyvet. Ez egy olyan receptkönyv, amiben egyrészt 4 évszakra van tagolva az év. Minden évszakhoz olyan ételeket tettünk bele, amelyek az adott évszakban megtalálható primőr alapanyagokból, elsősorban helyben megtermő alapanyagokból készülnek. Nagyon fontos, hogy amellett, hogy ételek vannak benne, egy komoly pedagógiai hátteret is nyújt a könyv. Egészen onnantól kezdve, hogy miért jó a helyi alapanyag, miért ezt a tematikát választottuk. Egészen odáig, hogy például, ha egy sárga borsó főzelékre gondolunk, ami talán a legkevésbé kedvelt a gyermekek étkeztetése kapcsán, hogy lehet ezeket megszerettetni a gyerekekkel. Hogy lehet azt elérni, hogy a gyerekek ne vigyék vissza a teli tányérjukat, hogy ne a moslékba kerüljenek ezek az ételek, hanem megpróbálni őket megismertetni azokkal az alapanyagokkal, amikből készülnek, hogy ezek helyiek, hogy ezek egészségesek, és adott esetben, hogy mire is jó. A másik pontja pedig, a másik pillére, az pedig a helyi alapanyagok helybeli feldolgozása és helybeli értékesítése, illetve fogyasztása. Ehhez kapcsolódóan hoztunk most ide egy lekvárfőzőkészüléket, illetve aszaló berendezéseket. Ezzel az a célunk, hogy akár civil szervezetekről beszélünk, akár egy önkormányzat által működtetett közétkeztetési konyha, vagy egy helyi kistermelő, őstermelő, vagy legyen az egy helyi nagycsaládos, nekik valamilyen segítséget, illetve segítség mellett egy útmutatást nyújtsunk. De konkrétan miről is van itt szó, ha veszünk egy civil szervezetet? A civil szervezetek a bevételüknek a nagy részét pályázatokból, illetve adományokból szerzik. Van még egy lehetőség, amit szeretnénk megerősíteni, az pedig saját készítésű, akár lekvár, akár befőtt, tehát saját készítésű termékeknek az értékesítéséből származó bevétel. Hogyha ezeket a készülékeket használják, közösen több generáció akár összegyűjti az alapanyagokat. Legyen itt szó akár a kiskertekben megtalálható gyümölcsökről, akár egy közös beszerzés kapcsán, és közösen ezt feldolgozzák, és az így előállított termékeket egyrészt saját felhasználásra is tudják fordítani, másrészt pedig ezt az üzletek polcaira, vagy a közétkeztetésbe be tudják szállítani, és ebből a civil szervezetnek egy önálló bevétele származhat. Ugyanígy a bevételét tudja növelni egy helyi őstermelő például, aki ezekkel a készülékekkel szintén hozzáadott értéket generálva kész terméket tud az üzletekbe eljuttatni, ahelyett, hogy csak az alapanyagot tudná piacra vinni. Nagy családosoknak szintén nagy segítség lehet, itt elsősorban már saját felhasználásról beszélünk, a nagy családok egymás közt adogatják ezeket a készülékeket, és ezzel jóval könnyebben, meg rövidebb idő alatt be lehet főzni, illetve lekvárt lehet készíteni. Nagyon fontos, hogy tartósítószermentesen. Ez tulajdonképpen a bizalomra épít, hiszen mindegyik település, aki itt most jelen van, kis településről beszélünk. Itt el lehet mondani, hogy az emberek ismerik egymást, mindenki ismer mindenkit. És amikor ezek a szervezetek megkapják ezeket az automatákat és használni fogják, akkor ők pontosan tudják azt, hogy kitől fogják megvásárolni azt a gyümölcsöt, miből fogják elkészíteni. És ez a bizalmi kötés, ez egy nagyon fontos kötés. Kis településen nem lehet majd, hogy az a Pista bácsi vagy Marika néni rossz terméket adjon, mert utána komoly-komoly ellenszemben kell majd szembenéznie, és ott ezt senki nem akarja megkockáztatni. Ráadásul a helyben termelők nem csak önmagunknak termelnek, hanem a saját családjuknak is. És ki az, aki a saját családjának rossz élelmiszert szeretne adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon jó kezdeményezés, és ezt köszönjük is szépen.